A reggeli személy pedig végre személyesen a Klubrádió stúdiójában Kis László, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Itt a Selmeci János mondta, hogy mintha lenne egy betű a nevében. Mondtam, hogy igen, az Kis L. László. Az csak a cikkekben. Jó reggelt kívánok! És a cikkekben miért? Hogy... Azért, mert Kis László nagyon sok van, úgy általában véve. Amikor Szegedén a József Attila Tudományi Egyetemen elkezdtem 91-ben tanulmányaimat, az akkori témavezetőm fölhívta a figyelmet arra, hogy már csak azon az egy tanszéken is van egy másik Kis László. És ugye a cikkeinkben, amikor megjelenítjük az eredményeinket, akkor a nevünk az alapvető azonosítunk. Na most, ha Kis László zajelméleti fizikus, meg Kis László csillagász, akkor ha Kis László névre keresek rá, akkor ugyanolyan cikkeket, vagy teljesen más cikkeket kidobnak a bibliográfiai keresők, és akkor azt mondta a témavezetőm, Szatmári Károly, nevesítsük is a kollégát, azt mondta, hogy tegyek be egy betűt a nevembe, és akkor az az L betű egy családi vicc, nem fogom most feloldani. A lényeg az, hogy egy L betűt betettem, és az LL Kis karakter sorozat mindmáig unikális a tudományban, tehát nincs más tudományterületen sem ilyen nevű figura, tehát ha az én nevemre keresünk rá, hogy milyen cégeket publikáltam, nagyjából 500-at, akkor ez mind az egyém lesz. De nem lett volna egyszerűbb, ha Horgosi Kis László lett volna? Lehet, hogy egyszerűbb lett volna, de ez a tipikus, hogy ugye Magyarországon mindig is szokás volt a két keresztnév. Jugoszláviában, ahol én születtem, ott nem volt szokás a két keresztnév, ezért aztán másnak, mit tudom én, van egy második keresztnév, és akkor két betűs, és akkor már lehet unikális. Én meg betettem egyet. De nem fogom megmondani, miért. Jó, nem. Hát mondta, hogy nem vicces vagy... egyébként, de nem mondom. Jó, meg. Akkor... Legyen más műsorra is a portéka. Igen, de hogy, és akkor időnként magyarázkodnia kell, mert hogy felkonferálják így, aztán mondja, hogy igen, nem. Mert ez a tudom, ezt úgy szokták mondani, hogyha most a Magyar Tudományos Akadémia, mondjuk így komoly, nagy tiszteletű oszlopai között lennénk, hogy ugye a tudományban használt nevem a Kis L. László. De ez teljesen lényegtelen információ ma reggel. A csillagászoknak iszonyatosan kell tudniuk számolni? Szerintem igen. Hát én biztos, hogy azért lettem csillagász, mert számbuzi voltam már kisgyerekkoromtól, tehát bennem van az, hogy édesapámmal azt játsszuk, hogy leírok végtelen hosszúnak tűnő számsorot, és akkor kértem, hogy olvassa föl, és akkor 124 kvadrillió, 564 trilliárd, és így tovább, tehát kibontotta. Meg számológépen is nagyon szerettem játszani, és szerintem ennyien autista voltam gyerekkorban, valószínűleg most is az, hogy csak jól rejtegetem. Szóval lényeg az, hogy számokra nagyon korán elvarázsoltak, és hát most is, hogyha valakit hallom, hogy mit tudom én, 7 éves, akkor azonnal eszembe jött, hogy utoljára vagy életedben enn az ennedéken alakú éves. Tehát 3 a harmadikon. Mert a 4 a negyediken az már 256, és annyi évig senki nem. Engem él. Meg tud vezetni, tehát számok és én az egy... Tudom, a feleségem se szereti a számokat. Két univerzum, ami ráadásul távolodik egymástól. Hogy, és mi lesz 1450-526 nap múlva? Év múlva. Nem, 14526 nap múlva. 14000, mit tudom én, hát franc, de fogadjunk, hogy tudja. Nem tudom, hát mit, 14000 nap, 365000, mennyi az? 4 év, 40 év, 40, meghal, 6, visszajön a hélőstökös. Bizony. Akkor leszek 89 éves. Június 28-án. Igen, életprogramon meglátni. Azt én tudom, és azért is mentem ma föl az egyébként, hogy van egy ilyen nagyon fura program az interneten, amivel meg lehet nézni, hogy hány nap múlva történik valami. Na. És beírtam a héliustökös visszatérésének dátumát, és azt gondoltam, hogy majd magát jól összezavarom ezzel a 14526 nappal. Azért... Most már vágjuk a centit. Vágjuk, tehát, igen. Na, lesznek egyébként tök jó dolgok, tehát pár év múlva lesz egy napfogyatkozás, ami Sydney-n és Siding Spring Observatorion keresztül fog menni Ausztráliába. Két év múlva is lesz egy tök jó napfogyatkozás az Austinból, lesz Texasból látható. Tehát ezek vannak ilyen jó dolgok az égen, de hát nyilván a héliustökös, az nekem az életemben egy speciális szerepet tölt, mert 86-ban 14 éves voltam. Tele volt a média, az akkori igen. Sokkal kisebb zajfaktorral bíró média, újság, rádió, tévé. Ja, itt a héliustökös, ami 1910-ben. Mi baja van vele? És akkor ugye ez 76 év, és én nagyon szerettem volna látni, és meg is jelent, hogy én akkor a vajdasági magyar nyomtatott sajtóból tájékoztattam. Itt van előttem a kép, a Szabadkai, ugye a magyar szó az a napilap, és a mi a francot a hétvégi
régi heti lap, ami Szabadkán jelent meg, most hirtelen nem teszem be. Nem, az már úgy késő volt, még korábban, tök mindegy, ott van előttem a térkép, hogy itt megy a hél üstökös az égen. Nem volt távcsövem, nem ismertem a csillagképeket, semmit nem láttam belőle. Pedig nagyon készültem rá, mert ugye 1910-ben, amikor a cián felhőn átmegy a föld, és világpánikot okozott a hél üstökös, akkor nagyon hírhetté vált a dolog, és ugye 86-ban is nagyon sok könyvben, konkrét könyvek jelentek meg a hél üstökös visszatérése nyomán, és én ezeket mind elolvastam, faltam a sorokat, és akkor nem sikerült 14 éves kisdiákként megkeresnem az égen. Magyarországról amatőr csillagászok Krétára szerveztek expedíciót, és ők látták is. Nem volt nagy eresztés, 61-ben sokkal jobb lesz. Minden esetre ott akkor megfogadtam, hogy ha fene-fenét is eszik, vigyázok magamra, és a következő visszatérésénél még igyekszem majd meglátni. 89 éves leszek, ami azt jelenti, hogy talán valamelyik unokám vagy dédunokám majd kitol valahova egy sötét helyre. Laci bácsi, ott az ott! Jó, van, akkor most már igen, meghalhatok. Igen, vagy behalúzza. De hogy miért akkor a nagy cucc ez a héli üstökös? Mert az egyik gyerekem, a legkisebb gyerekemnek van egy ilyen héli üstökös a spólója. Persze, hát még a mi a franc, mi az az együttes, nem a magyar abba. A Boniem. Nem, a magyarra, de nem jutnak most eszembe a nevek. A Neoton Familia is megénekelt a héli üstököst. Meg ugye de nyilván nem ezt, de a világ, nem tudományos ezt jelzi, így van. Nem azért, de amikor a Schumacher lévő üstökös becsapódott a Jupiterbe 94-ben, akkor meg a Cure írt egy számot, a Jupiter Crash-t. Tehát van világszinten is az üstökösöknek hatása a popkultúrában. És ott van szinten. A Comet üzenekar is. Vannak, igen. És a lényeg az, hogy az héli az azért akkor a szám, mert az volt az első, amiről sikerült kimutatni, hogy az üstökösök, ha igazán nagy üstökös jön, azok bazilátványosak. Én 2007-ben Ausztráliából láttam egy Mekno nevű üstököst, ami azért lett olyan fényes, mert nagyon közel ment a naphoz, ahhoz képest bazi nagy volt a magja, és hatalmas csóvát eresztett. Az egész ég volt a fejünk fölött, ez 180 fok, ha szögbe beszélünk. Neki a csóvája 50 fok volt. Az egész ég az volt nagy. Harmadán átívelt, és kiütötte az ember szemét, még Sydney belvárosából is. Tehát az üstökösök a régi népeknek nagyon nagy riadalmakat okoztak. Nem véletlen, hogy ugye hirtelen föltűnő, korábban nem ismert égitestek voltak, és a királyok, ha meghaltak, akkor azt mondták, hogy a üstökös vitte el. Ha kiütött a pestis járvány, azt mondták, hogy a üstökös hozta a pestis járványt. Ez nyilvánvalóan nem igaz, de az üstökösök ilyen szempontból benne voltak a középkori popkultúrában. És amikor Edmund Halley a 1700-ek elején kiszámolta, hogy ez a van egy üstökös, ami 76 évenként, van egy üstökös jelenség, ami úgy föltűnik, és úgy ismétlődik 76 évenként, na ő rájött arra, hogy az ugyanaz az üstökös, mert korábban azt hitték, hogy jönnek, mennek, cső. És Halley volt az, aki felismerte azt, hogy ezek keringenek a nap körül, ugyanolyan törvényeket követve, mint a bolygók, ahogy keringenek a nap körül, csak nem ilyen közel körpályán, mint a Föld, hanem nagyon elnyúlt pályákon keringenek. És egyébként 4 év múlva lesz a Halleynek a visszafordulója. Most lesz majd nap közelbe 26-ba, és onnantól kezdve már közeledni fog. Egyébként, bocsánat, jövőre, 24-be, 2 év múlva lesz a naptávolba, onnan már csak közeledni fog felénk. Szóval ezt Halley ismerte föl, és ez akkor egy nagyon nagy fölismerés volt, és ezért a Halley az elsőként fölismert periódikus üstökös, ezért a pontos csillagászati megnevezése 1P per Halley. Első periódikus Halley névre hallgató üstökös. Nagy szám. És ha az üstökös a folyamatosan veszít az anyagából, akkor mikor veszíti el magát teljesen? Hát amikor önmagából kifordul, ugye nem veszíti folyamatosan az anyagát, hanem amikor a hóvonalon belül jön, tehát általában a Jupiter környékén kezdenek el párologni, még közelebb jönnek még jobban, ugye a nap hője az, ami egyébként kifagyott jeges, poros, üstökös magnak a felszínét elkezdi olvasztani. Tehát valójában ugye az üstökösök, azok efemer jelenségek a naprendszer életébe, ugye 4,5 milliárd éve létezik ez a csodálatos bolygórendszerünk. Na most egy üstökös szerintem max. Pár ezer keringést végez el, akkor azt jelenti, hogy mondjuk mit tudom én, 76 ezer év, de nem csak pár száz ezer év alatt, de 1 millió biztosan elpárolog. Tehát valahonnan folyamatosan van utánpótlás, egyébként nagyon érdekes
dolog. Tehát az üstökösök azok a nap közelében párolognak, elveszítik anyaguknak egy-egy közelítés során mondjuk egy ezrelékét, és akkor ezért közelítés után egy ilyen száraz, kiégett valami kosz marad utána, és az már csóvát nem képes ereszteni. Akkor lehet, hogy érdemes lenne erre is egy üzletet alapozni, tehát, hogy amikor eltűnik a héli üstökös, akkor nekünk legyenek még hát az a héli üstökösön az még odébb lesz. Hát nézzem, most ugye pont a múlt héten volt egy hír, hogy az Európai Ügynökség a tervezésből a kivitelezés fázisába küldte tovább a Comet Interceptor igen. nevű űrszondát, ami majd 2029-ben fog repülni. Egyébként csak megjegyzem, egy exobolygós űrteleszkóppal egy rakétán, és emeltek nem robban fel a dolog. Az Ariel nevű űrteleszkóppal együtt fog kimenni. Holdon túl 1,5 millió kilométer, ott fog parkolni ez a Comet Interceptor, és ha jön egy olyan üstökös, amiről azt gondoljuk, hogy még nem járt a nap közelébe, ezeket hívjuk Oort felhőüstökösöknek, vagy jön egy olyan, mint az Oumuamua volt 2017-ben a csillagközi vándor, na akkor oda elmegy. És akkor adott esetben mintát is vesz róla, és hogyha egy interstelláris látogató lesz a célpont, akkor lehet, hogy mondjuk mit tudom én, 2040-ben, tehát 20 év múlva, lesz a kezünkbe egy olyan anyagminta, egy olyan anyagdarab, ami egy más csillag körül származik. És akkor mondhatjuk azt, hogy a szegény ember csillagközi szondája, az egy interstelláris üstökös magból vett minta. Ez nagy dolog, mert azt olvastam, hogy 2018-ban döntötték el, hogy majd megcsinálják ezt a Comet Interceptort, és de, ha már szóba hozta ezt az Oumuamuát. Még kell csettinteni is az elé, mert van egy ilyen apostrófa leír, így van, azt a hawaii őslakosok nyelvén egy ilyen Oumuamua, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni. A csettintéstől mindig eltekintek. Szóval ez egy nagy dolog, igen. Sokkal egyszerűbb benne a csettintés egyébként, mert annyira kimondhatatlan neve van. De azt mi, rendes UFO-hívők azt gondoljuk, hogy ez egy napvitorla volt. Hát ezt nem, bocsánat, ezt egy harvardi professzor, Évi Lőb terjesztett el egy nagy olvasottságú könyvével, és akik értenek a Hubble űrtávcsővel végzett pozíciómérésekhez, azok pontosan tudják, hogy mekkora marhaság az egész. Tehát a helyzet az, hogy az egy olyan égitest volt, amit már távolodás közben fedeztünk föl. Igen. Nagyon elnyúlt alakja volt, ezért a fényessége változott a forgása miatt, és igen, a felfedezés utáni mondjuk körülbelül 2 hétbe, még én is, bocsánat, én nagy sci-fi hívő vagyok, még én is azt mondtam, hogy teljességgel, na ott jön az idegenek űrhajója. Mert ugye elegi, mi történt? Csillagászok felfedeztek egy naprendszeren átvágtató valamit, ami olyan hosszúkás alakú, mint egy ilyen ceruza. 1:7, 1:8 arányban elnyúlt alakú, és akkor mondjuk azt, hogy ez Arthur C. Clarke Rendezvous a Rámával című sci-fi regényének valójában az indító poénja, hogy csillagászok felfedeznek valamit, ami egy ilyen nagy hengeres valami. Na de a helyzet az, hogy minden megfigyelési adata az Oumuamuának, amit sikerült fölvenni, az azt mutatja, hogy valójában egy, hát üstökös, de igazából nem volt valójában anyagkibocsátása, egy kis bolygó egy másik csillag körüli térrészből, aminek az égi pozíció változásaiban vannak olyan adatok, pár pont, ami azt sugallja, mintha gyorsult volna egy sima newtoni pályához képest, de megnéztük, és akik értenek hozzá, megnézték. Azokat a pozícióméréseket a Hubble űrtávcsővel végezték, és az abszolút égi koordináta mérésben a Hubble, az trükkös, és nagyon könnyű, tehát hibás, tehát nem olyan pontos, mint hinnénk. És igazából, ha azokat a pontokat elhagyjuk, akkor a maradék pontok, amit földi óriás távcsövekkel mértek csillagászok, azok tökéletesen leilleszthetők egy kepleri, newtoni pályával, tehát semmiféle napvitorla gyorsulás igazából nem szignifikáns ebben az adatsorban. Tehát amire Evi Lőb fölteszi, föltette igazából a szakmai becsületét, és szerintem elvesztette, bocsánat, ezt kell, hogy mondjam, hogy az a pár HST és pont mutatja azt, hogy gyorsult, mert akkor egy napvitorla valami, az bocsánat, az teljessége megalapozatlan. Lehet hipotézisként föltenni, de semmiféle empirikus adat nem igazolja ezt a föltételezést. Egy ilyen tévedés, vagy alkalom a szenzáció hajhászása. De nem az, hanem hogy ez a csillagász életében hát nyilván azért komoly bevételt jelentett, másrészt meg a szakmai visszavonulás. Nem, ez ugye ő egy
hogy mondjam, egy fekete lyukakkal kezdett el foglalkozni, akkor tőlem egy-két éve idősebb. Tehát akkor nagyjából 50 plusz minusz, mint én is körülbelül. Tehát a lényeg az, hogy egy extragalaktikus csillagászattal, asztrofizikával foglalkozó kutató volt, aki az elmúlt 10 évben valahogy rákattant erre az extraterrestriális, vagy extra interstelláris dolgokra. Tehát jó dolgokat is kiszámolt. Van egy-két PhD hallgatója, most már posztdoktora, akivel például a csillagközi meteoritoknak a lehetőségét kiszámolták, a esetleges életnek a statisztikus, tehát egy nagy statisztikus, egy elméleti fizikus valójában, akit az elméleti fizikai problémák érdekelnek. Ha az fekete lyuk, akkor fekete lyuk, ha az élet kimutatása más bolygókon statisztikus szempontból, akkor az, és akkor kiszámol dolgokat. De az, hogy valamit kiszámolunk, és az, hogy az van-e úgy, ahogy azt adott esetben földételezések alapján kiszámolja az ember, az két minőségileg elváló dolog, és én azt gondolom, hogy a csillagászok többsége nem azt mondom, hogy haragszik evilőbbre, nem. Sajnáljuk, hogy a kutatói mondjuk így azt, hogy kredibilitását, a hitelességét, mi azt gondoljuk, hogy teljességgel leírta, de ettől függetlenül még ott van, mindenütt mozog, hát ugye kapott is egy x millió dolláros támogatást arra, hogy most a földi légkörben látszó eseményeket, hadd ne nevezem őket UFO-knak, egy saját kutatócsoporttal ő is. Ő neki is van egy ilyen kezdeményezése. A NASA is indított most. A NASA is indított, pontosan egyébként ez nyilván egyfajta reakció arra, amit mondjuk a Loeb-féle csapat is csinál, hogy legyen rá érdeklődés. És én még egyszer, én imádom a sci-fit. Én azt gondolom, hogy én leszek legboldogabb, hogyha hónap után leszállnak a békés UFO-k itt valahol a Földön, és akkor beszélgettünk, hogy na mi van odakint, és hogy jutottatok ide, légy szíves, meséljétek már le. Amit keresek, az nem érdekel, hogy jutottatok el ide, és hogy tudnánk mi is eljutni máshova, és hogy oldottátok meg az energia problémáitokat, mert ugye most jelenleg a Föld az éppen ebbe fuldoklik. 480-szor szólok. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy igazából, hogy ez egy témakör, ahol nagyon könnyű átcsúszni az ufózásba, ami az én fejemben az asztrológiával és egyéb hitpótlékokkal egy kalapba tartozik. Na várjon, ikrek vagyok, és ezért nem hiszek az asztrológiába. És akkor a tudomány, a csillagászat tudomány, vagy a csillagász társadalom közeg, az, amikor valaki előrukkol egy fura tétellel, mint például Grand Pierre Attila, akkor mit kezdnek vele? Fogjuk a fejünket. Ugye? Hát most mit csinálják? Tehát más nem tudok csinálni, hogy fogjam a fejemet, tehát a nap nem egy élőlény, bocsánat. Igen, tehát amikor kitalálja Attila. Nézze, ez egy olyan dolog, hogy a bármelyik tudomány, most a csillagászatról beszélünk, de ezt bármelyik társadalomtudomány is el lehet mondani. Van egy közössége. Néhány száz ember per tudomány az egész Földön. Ugye mondjuk csillagász van 10 000 a Földön, aki főállású csillagász, körülbelül, és akkor lehet, hogy 20 000, de 10-15 000 körülbelül. Egy-egy szakterületnek van 200 embere. Ők úgy összejönnek konferenciákon, ha nincs koronavírus, és akkor beszélgetnek, publikálunk új eredményeket, ezeket a többiek elolvassák, akik értik, ezekre hivatkozunk, új cikkeket írunk, ugye egymásra építkezik a tudomány a korábbi eredményekről, eredményekre támaszkodva érünk el újakat, ugye óriások vállán állunk mindannyian, ugye az elcsépelt formula. És ugye, ha valaki jön egy ilyen outlier, tehát egy ilyen kilógó vélemény gondolattal, ő azt megpróbálhatja publikálni, általában ez nem sikerül, vagy ha sikerül is, visszhangtalan marad. És a visszhangtalanság az miként a celeb világban, vagy a média világban, ugyanúgy az ellankadás felé vezet, mint a tudományba. Tehát igazából, hogy mondjam, tehát nem kezdünk el vitatkozni a crackpot theories képviselőkkel, hanem azt mondjuk, hogy tehát én szinte minden héten kapok egy ilyen megkeresést. Drága professzor úr, van egy elméletem az ősrobbanásról, Einstein tévedett. Tényleg, körülbelül heti gyakorisággal jön egy ilyen, és akkor mindig azt válaszolom, hogy ha válaszolok, nem mindig válaszolok egyébként, bocsánatot kérek azoktól is, mert van az pedig a szint, ami alá nem megyek, hogy van egy elképzelés, akkor annak megvannak a szakmai fórum, amely szaklapokban le kell publikálni, aztán el kell menni konferenciákra, bemutatni, ha a szakma elfogadja, akkor azt mondjuk, hogy a szakmai konszenzus egyetért abban, hogy ebbe lehet valami. De még akkor sem mondjuk azt, hogy ez tuti így van. Ugye azt kell érteni, hogy a modern tudományban a biztos tudás nem létezik. Mi mindig csak azt mondjuk, hogy
ezt a jelenlegi földételezésekből erre következtetünk. De mindig fönntartjuk a jogot, hogy azt mondjuk, hogy paradigmaváltás után adott esetben újraírjuk az összes tankönyvet, hogyha rájövünk, hogy valamit eddig rosszul gondoltuk. Tehát mi nem hisszük azt, hogy valamiféle tudomány felkent szent papjaiként, amit mi mondunk, az tuti biztos úgy van. Még az is lehet, hogy a nap egy élőlény, mint Grand Pierre Attila szokta volt ezt mondogatni. Én ebben nem hiszek, és nem vagyok hajlandó hinni benne, ugye hinni a templomba kell. De hát a lényeg az, hogy a tudomány az egy maga szabályai szerint fejlődő, haladó, önregulátor, tehát önmagát szabályzó rendszer, aminek vannak előnyei, vannak hátrányai, de jobbat még nem találtunk ki. A hang az nem terjed az űrben, jut eszembe nem. A visszhangtalanságról. Igen, a hang az nem terjed, de olyan élvezetes, amikor az űr, oh, yeah! És akkor van így, hangja? Hát amikor a filmekben. Ja, igen. De ha már ott tartunk, hogy fontos események, ma hajnalban nézett év volt? Jó, akkor ne sohajtok, nem kérdeztem sem. Elmondom. Tehát ugye a Schwabii csillagvizsgáló csapata kitalált, észrevette azt, ugye ez a Csillagászati és Földrajzi Kutatóközpontnak a vállalkozása, ha úgy tetszik, egy interaktív látogatóközpontot működtetünk fenn a Normafánál, észrevették azt, hogy nézzétek, június végén tényleg egy sorban látszani fog az összes bolygó. Őrület. Aztán megnézték, hogy tényleg utoljára ilyen 1000 évvel ezelőtt volt, és 500 év múlva lesz, és akkor ebből csináltunk egy sajtóközleményt. Mi vagyunk a bűnösek. Ez kiment az MTI-nek, és onnantól kezdve a teljes sajtó, a politikai, a bulvár, a tudományos és a női magazinok, meg a szerintem még meleg magazinok is. Még a Titkok szigete nevű eszeveszett hülyeséget összefordó oldalt. Tehát ezt valahogy most, mint az éhes tyúk, mit a tyúk hurt, vagy a tapnyot, vagy nem akarok ilyet mondani, tehát mint az éhes disznó a makkot, ahogy szépen álmodik, és ezt az egész médián végsöpört. Ugye egyik kollégám szidalmaz is egyébként, tehát ez a Agne tu ante sex menzes nobis maledic serasnak a klasszikus esete, tehát ugye Birka, te minket 6 hónap ezelőtt szidalmaztál. Ugye itt most szidalmaz ez egyik kollégám, hogy a mobiltelefonja használhatatlanná vált, mert folyamatosan hívják. Mert hogy a nép is erre ráharapott, mi a jelenség? Június utolsó napjaiban, hajnal előtt érnek a bolygók a házam előtt. Ki kell menni még, amikor sötét van, és az igen. Júniusban 2 órát jelent. Hajnal 2-t, 2-3 között kimegyünk. Jó délkeleti horizont legyen, tehát ne magas házak között. Ha dombtetőre megyünk, az még jobb. És akkor gyakorlatilag a szürkületi égen Merkur, Vénusz, lenézünk Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, előveszem a távcsövet, Uránusz, Neptunusz, a teljes 8 bolygó így egy ilyen hosszú sorban végigkövethető az egész égen. Most ilyen fölsorakozás tényleg nem volt 1000 éve, és tényleg 500 évig nem lesz, de hát ez könyörgöm, ez ugye az emberi agynak azt a tulajdonságát tükrözi, hogy szeretjük a mintázatokat. Én ránézek az ön ingére, és akkor látom, hogy ilyen fehér alapon fekete levelek látszanak, igen. És akkor ott látok egy hölgy ott mosolyogott jobbra lent, mert az agyam az ilyen mintázatokra van trenírozva. Tehát ez csak egy ilyen érdekesség, hogy egy ilyen is van. Ez, ennek a csillagászati jelentősége semmi, de az egyébként, hogy... Jó, de még mindig jobb, ha az emberek ezt olvassák, mintha Orbán Viktort hallgatják. Ezt nem kívánom kommentálni, de az, hogy egy 5 perc alatt egy 20x60-as binokulárral a teljes naprendszer összes bolygóját meg lehet nézni, ez egyébként én sem emlékszek tényleg, hogy valaha is lett volna ilyen, tehát nyilván, hiszen 1000 éve nem volt ilyen, tehát nem emlékszek vissza ilyesmikre. Tehát ez úgy tényleg van egyféle, nem tudom ez mihez hasonlított, amikor a debreceni virágkarniválra nem 500 méternyi virágos kamion jön össze, hanem 50 kilométer, és akkor Nyíregyházától Debrecenig ér a debreceni virágkarnivál, és akkor az egy ilyen szép látvány. Kinézünk ott Nyíregyháza felé, és akkor jönnek a virágkamionok. Mindenki rá fog kattintani, tehát. Egyébként igen, de most igen, én azt mondom, hogy azért inkább ezt, mint mondjuk a heti asztrológus rovatot olvassa, vagy a heti ufológus rovatot, mert ez legalább tényleg a valóban zajló, hát nem tudom minek nevezzem, érdekes csillagászati geometriai konfiguráció. Hát mert mindent el kell adni címekkel,
ugye ezt azzal adták el, hogy 1000 éve nem volt ilyen, 500 évig még nem lesz. Tegnap a feleségem nekem is esett egyébként, igen, hogy jaj, ti csillagászok, olyan szemtelenek vagytok, mert minden hónapban van ilyen eseményetek. Igen. És akkor bevallottam őszintén, hogy tulajdonképpen igen, ez valóban így van. Egyik fizikus kolléga egyébként egyszer azt mondta, egy intézményvezető kolléga egyszer azt mondta nekem, hogy Laci, nektek olyan jó, hogy az ég az mindig másképp néz ki. De nektek olyan könnyű dolgotok van az embereknek mindig más mutatni, mert egyébként, ha belegondolunk, egy tipikus látogató központ, most voltam Kaposvár mellett, egy nagyon szép látogató központ, Fekete István látogató központ, gyönyörű, ilyen szép volt. Megyek is meg. És ott az a tó partján egy nagyon szép látogató központ, érdemes bemenni, egy fél órát gyermekeket legeltetve nagyon jól el lehet bent tölteni, de az jövőre is úgy fog kinézni valószínűleg, bár most van egy időszakos méhészeti kiállítás, de alapvetően, amikor legközelebb arra járunk, valószínűleg nem fog eszembe jutni, hogy még egyszer menjek be, mert hát tulajdonképpen láttam már. És tipikusan ez a múzeumoknak is ez a problémája, hogy hát van egy állandó kiállításuk, azt az ember egyszer megnézi. Jó, vannak időszakos kiállítások, de nekünk minden héten másképp néz ki az ég. Tehát egy bemutató csillagvizsgáló, amelyeknek a száma azért szépen növekedett az elmúlt években Magyarországon, bármikor más tud mutatni. Augusztusban lesz is egyébként egy nagy akciónk. Augusztus 6-tól 14-ig, talán egy hét a csillagok alatt, egy 10 napos egy hét lesz majd, tehát egy hét a csillagok alatt, az augusztusi telihold alatt. Mert akkor szokott a Perseidák. A Perseidák meteora is akkor lesz, tehát telihold, egy-két meteor is lesz, és várjuk a népeket. Már legalább 25 helyszín regisztráltatta magát, ugye a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján lehet tájékozódni, hogy éppen hova lehet majd menni. Mindenkit ingyen bérmentve a távcsöves élménnyel fogunk várni augusztusban. De hogy most egy kicsit össze is zavart még valamit. Sokat beszélek, mi? Nem. Biztos hogy belőlem ömlik a szóba. De igazából nem is baj. És Texasban is egy látogató központban volt? Ja nem, tudom, hogy mit akartam kérdezni. Na. Igen, tehát, hogy az, hogy ilyen komoly érdeklődés van a csillagászat iránt, az jelzi azt, hogy humán erőforrás problémákkal nem küzdik a szakma? Tehát van elég csillagász? Szerintem van. Hát nézd. Vagy sok. Van állástalan csillagász? Most nagyon sok kérdés elhangzott. Állástalan csillagász nem ismerek. Tehát a csillagászatban való elmélyülés, az a probléma megoldásban képezi ki a jelölteket. Tipikusan fizika, matematika, informatika, angol tudás kombinációjával lesz valaki csillagász. Csinál egy doktorit, akkor doktor XY-nál válik, de utána a munkaerőpiacon abszolút versenyképes lesz, mert általában a probléma megoldásban elmélyül. Én nagyon sok kollégát ismerek, aki az iparba elmegy, bankszektorban, ott, ahol számokkal kell operálni, most tök mindegy, hogy egy csillagfényessége, vagy a nem tudom milyen részvény, valójában hasonló, vannak hasonlóságok. Az ez egyik állítás. A másik állítás az, hogy ugye a magyar csillagászat az elmúlt 10 évben egy nagyon jelentős expanzión ment keresztül. Ugye az én intézetem, a csillagászat, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet, ennek vagyok a kutatóprofesszora, és akkor el fölött van egy szervezet, a Csillagászat és Földtani Kutatóközpont, ennek vagyok ugye a főigazgatója. A Csillagászati Intézet 13 évvel ezelőtt csatlakoztam hozzá, amikor Ausztráliából hazatértem, akkor volt 30 kutatója, 32, most 65. Tehát megdupláztuk a kutatói létszámot. Ezeknek egy jelentős része szoft pénzen van, tehát egy pár évig itt lesz, aztán megy tovább, de minden esetre akkor is megdupláztuk a létszámot, és az egyetemeken is népszerű. Tehát a legjobb hallgatókat a fizikus irányból, a csillagászati tudományos diákköré, meg diplomunkat témák szokták bevonzani. Tehát egyszerűen a csillagászatnak van egy ilyen fajta vonzereje, ami azért érdekes egyébként, mert a csillagászat az a középfokú képzésben, tehát a középiskolákban nincs önálló csillagászattárgy. Magyarország az egy olyan ország, ahol a csillagászatot nem tanítják általános és középiskolában, vannak országok, ahol. Hát legalább egy negyedikben. Én nekem Szabadkai gimnáziumban 91-ben, akkor kezdtem, 91-ben, amikor végeztem, akkor volt egy csillagászat nevű tárgyam. Heti 2 óra, de akkor is volt. Szóval a lényeg az, hogy ez a fajta érdeklődés miatt a jó diákokat még mindig sikerül bevonzani. Ez egy másik kérdés, hogy a külföldi munkavállalás az szerintem minden kutatónak, nem csak csillagásznak, hanem tetszőleges tudományterületen dolgozónak szerintem része kell, hogy legyen, el kell menni a világban, mint a peregrinusok annak idején évszázadokkal ezelőtt, tapasztalni a máshol, másmilyen tudást, összeszedni a legjobbakat, amiket föl tud az ember használni, és aztán pár év után tessék visszatérni, és itthon lenni nagy tudósnak. Na de várjon, hát 2020
2022 van, tehát mindent elérek ahhoz az interneten keresztül. Tévedés. Következő helyzet. Rövid leszek. Egy helyen, ha dolgozok, akkor én valami témába belemélyedek. Valami itt egy kis kertecskébe egy virágot öntözgetek, a tévég, és akkor nézem, hogy milyen termést hoz minden évben. Átvitt értelemben. Akkor mi történik velem? Ugye vannak minden intézményben vannak szemináriumok, amikor a kutatók a saját közösségüknek beszámolnak arról, hogy ők mivel foglalkoznak. 5-6 év után én egy adott kutatóhelyen már mindenkitől legalább 3-4-szer hallottam, hogy ő mivel foglalkozik. Tehát minden, amit egy kutatóhelyen megtanulható, az 5-6 év alatt egyszer átszivárog az emberbe. Nem tud újat tanulni. Én amikor elmentem Ausztráliába a Sydney Egyetemre, 20 évvel ezelőtt volt, én olyan közegbe csöppentem, ahol rádiócsillagászok, extragalaktikus csillagászok, optikai interferometristák, tök mindegy, ezek mit jelentenek, olyan eszközt használó, tudományt lehetett művelő csillagászok voltak körülöttem, amilyenek Magyarországon nincsenek is. És olyan tudást tudtam beszippantani a mindennapos találkozásokon, a minden héten elhangzó szeminárium előadásokon, amiket, bocsánat, semmilyen Zoom videokonferencia nem ad át. Eleve ma már 2,5 év korona után a Zoom fáradtság nagyon sokunkon eluralkodott. Gyűlöljük. Én biztosan gyűlölöm már, hiszen annyival, hogy mondjam, tegnap is volt egy 3 órás diskutációnk, 3 órás ilyen megbeszélésünk, ahol a texasi METAR expedíció tagjai összegyűltünk, és akkor beszélgettünk, hogy hogyan elemezzük ki ezt a 210 gigabájtnyi adatot, mit kell majd velük csinálni. És egyszerűen az agyvihar, amikor egy terembe ül, vagy egy szobába ül 3 ember, az sokkal hatékonyabb, mint akármilyen képernyőn keresztül működve, hogy a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság fogja-e majd hozni azt a minőséget, hogy úgy érezzük, hogy mi is most nem egy terem, hogy most egy teremben vagyunk, hogy adott esetben valamilyen nagyon széles sávú internet kapcsolaton keresztül akár egymás mellett érezhetjük magunkat, ebbe kételkedem, lehet, valószínűleg e felé haladunk egyébként, de egyszerűen az ember az társas lény, ez egy nagyon jó könyvnek is a címe, és a társas lény igényli a másik társas lénnyel való találkozást, mert a kommunikációnk az nem csak a szavak, hanem benne van a testbeszéd, benne van a egyéb metakommunikációs forma, hogy én látom azt, hogy ön nem nagyon látom unatkozni, valószínűleg, ha unatkozik is jól rejti, de én ezt leveszem abból, hogy látom önt. Ezt semmilyen Zoom nem adja vissza, már bocsánat. És el kell menni. És Texas, akkor most már értem, hogy miért kell menni Texasban meteorrajt nézni. Hát mert csak onnan látszott, bocsánat, Magyarországról nem látszott. Tehát egy órás periódus volt, amikor találkoztunk a 73P-s Wassmann-Wachmann 3 üstökösből kidobott porfelhővel, ami 1995-ben keletkezett. Az is egy üstökös, mint a Halley üstökös, naphoz közel került, szétesett a magja, mint az atom, vagy hát mint egy valami, ami szétrobban. Ez a belső instabilitás, egy ilyen hógolyó, nagy besugázás, és akkor löcs, szétesett az egész. És akkor egy piciny része a kidobódott porfelhőnek előrefelé repült, és ez az előrefelé repülő porfelhővel ütközött a Föld 2022. május 30/31-én éjszaka. És nagyon jól ki tudták számolni a szakemberek, hogy mikor lesz az esemény, de azt nem tudták megmondani, hogy mennyi lesz az esemény, mennyi porszem lesz látható. És a legjobb láthatóság az Egyesült Államok nyugati vidékén, tehát Kaliforniától úgy Texasig volt, és Texasból, a McDonald Observatóriumból, ahova egyébként Vinko József kollégám 15 éve jár ki minden évben vendégkutatói tevékenységet folytatni, egy nagyon jó helyszínnek tűnt, és hát ténylegesen ott a helyi éjfélkor a fejünk fölött kezdtek el hullani a meteorok. Egy olyan körülbelül egy 5 fős csapat 150-200 meteort látott 3 óra alatt, illetve vittünk érzékeny kamerákat, amivel tegnap pont ezt nézegettük, hogy az én becslésem az, hogy legalább 1000 meteornyomot rögzítettünk, és ebből majd sok okosságot fogunk tudni mondani, amikor földolgozzuk ezeket a videófájlokat. Ilyen esemény, tehát ami ilyen rendkívül eseménynek számít, gondolom ez a csillagászatban. Ezért rendkívül esemény volt. Ez milyen gyakran van? Nézze, meteorraj kitörés, vagy meteorraj jelentkezés, az folyamatosan van, hogy augusztusban perzeidák, november, októberben az orionidák, novemberben a leonidák, decemberben a geminidák, januárban a kvadrantidák, sorolhatnám még. De az, hogy egy üstökös magból előrefelé kidobott porfelt, tehát egy olyan mechanizmus, ami eleve ritkán történik, szétesik az üstökös, és aztán még ráadásul a porfelőjével találkozunk is, és igazából ebből a porszemcséknek a különböző paramétereit fogjuk tudni a meteor jelenségekből meghatározni, következtetően lehet arról, hogy hogyan esett szét maga
az üstökös mag. Na hát ilyen még nem volt. Tehát ez egy ilyen once in a lifetime dolog. Lehet, hogy soha többet nem is lesz ilyen az életünkben. De hogy ez az üstökös sem most már mi lett? Hát mit? Most is, tehát túlélte, tehát szétesett sok darabra. Ugye 2005-ben már 63 ilyen egyedik kis üstökös magot fényképezett a Hubble űrtávcső. Most is létezik a legnagyobb bulk része, tehát ez a legnagyobb központi része. Hát ő maga túlélte ezt a darabolódást, de egy olyan, ugye azt szoktam mondani fizikus hallgatóknak, hogy én azt szeretem a csillagászatban, hogy ugye a laborfizikus az bemegy a laborba, beállítja a kísérletét, és akkor 10 000-szer megcsinálja ugyanazt. Nekünk a természet a laboratórium, és azokat a kísérleteket engedi a természet számunkra megvalósítani, amiket fölsorakoztat elénk. Tehát van egyfajta ilyen kicsit bulvárosan fogalmazva romantikus ága is a dolognak, hogy mi ellessük az égbolt titkait. Tehát mi nekünk olyan kísérleteket kell elemezni, amit a természet számunkra leszállít. Üstökös mag darabolódást én a laborban nem tudok csinálni. Tudja, amikor a rendőr utazik a repülőgépen, és akkor megkérdezi tőle a stewardess, hogy parancsol ebédet, mit lehet választani, vagy igen, vagy nem. Tehát a természet is egy ilyen dolog, tehát hogy kénytelenek abból dolgozni. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye a feketők miatt volt most egy televízióban. Voltam, igen, most, de még él bennem, hogy mit kell oda mondani. De hogy most valami olyan feketőkről olvastam, megint egy hangzatos cím, tehát a csillagászok azért elég jól működnének a magyar a sajtóban is, ami arról szól, hogy egy másodperc alatt bekebelezni egy fekete lyuk a földet. Ez annyira jól hangzik, hogy szőr feláll a hátamon. Minden feláll az embernek, hogyha megfelelő korba érkezik már. Tehát a lényeg az, hogy... A lényeg az, hogy nem, egyébként cáfolom, tehát ezeket a címeket az intézmények sajtósai, PR szakemberei szokták adni. Tehát mi leadjuk az unalmas szövegünket, és akkor van egy szakember, aki ezt fölturbósítja. Értem. És akkor néha aztán egyébként vannak is viták, most éppen egyébként nem akarom ebbe az irányba elvinni a diszkusziót, de a Magyar Tudomány legutóbbi számában, a Magyar Tudományos Akadémiában történt egy nem túl szép dolog, amikor egy kutatón számon kérték azt, hogy a sajtó hogyan számol be az ő nyilatkozatairól. Szerintem rendkívül, én megkockáztatom, hogy maga az a cikk az egy etikátlan dolog volt, de mindegy, ebben nem akarok belemenni, tehát az, hogy a tudós mit mond, és az, hogy a sajtó hogyan számol be róla, az ketté kell választani. A tudós ezt nem kontrollál. És amikor a clickbait címekről beszélgetünk, én pontosan tudom azt, hogy egy újságíró velem készít egy interjút, ő azt leadja mondjuk a hírportáljának, és a címet, amivel megjelenik, azt még csak nem is az az újságíró adja, aki velem beszélgetett, hanem az a szerkesztő, aki nézi azt, hogy mire klikkentenek az emberek. Fekete lyukra visszatérve. Ausztrálok felfedeztek egy pontszerű objektumot. A sztori 2003-ban kezdődik, amikor a Canberra, Ausztrália fővárosa mellett egy hatalmas bozó tűzben leégett a Mount Stromlo obszervatórium. Az Ausztrál Nemzeti Egyetemnek a csillagvizsgálója volt, megsemmisült. Természetesen biztosítást kötöttek már előtte az obszervatóriumra, és az ausztrál biztosító, amelyik biztosította ezt az obszervatóriumot, évekig tartó pereskedés után fizetett. És ebből a pénzből az addigra már Brian Schmidt Nobel-díjas asztrofizikus által vezetett egyetem, vagy kar, vagy nem tudom pontosan akkor már mit vezetett, de felső vezető volt az egyetem, mert azt mondta, hogy ne itt építsük újra a csillagvizsgálót, hanem 500 kilométerre odébb egy sötét helyen építsünk egy olyan teleszkópot, egy robottávcsőt, ami az egész déli eget fölméri. Na ez a SkyMapper teleszkóp, és a SkyMapper teleszkóp az egész déli eget lefényképezi, pontról pontra szépen letapogatva az egészet. Egy Christopher Anken nevű figura és a társai azt vették észre a SkyMapper adatéba, hogy találtak egy pontot, egy pont, mint egy csillag, aminek a színei azt sugalták, hogy nem egy normál csillag itt a mi tejút rendszerünkben, hanem valami extragalaktikus dolog, nevezzük nevén a gyereket, egy kvazár. Ugye 60 éve tudjuk, hogy vannak aktív galaxis magok, ugye csillagrendszerek, csillagvárosok közepén nagyon nagy tömegű, sűrű objektumok, amelyekről azt gondoljuk, hogy fekete lyukak. Ugye az elmúlt 3 évben 2 képet is sikerült készítenünk, ugye a mi tejút rendszerünkben, meg az M87-ben,
50 millió fényévre. Szóval a lényeg az, hogy ezek nyelik be az anyagot, és a benyelés során az anyag behullik egy nagyon mély gravitációs potenciál gödörbe. Ez azt jelenti, hogy a helyzeti energiája messziről jön, bezuhan, a belső surlódások révén fölmelegszik. A meleg gáz, a meleg anyag az világít, az sugároz. És igazából a behullás során a kezdeti M/C négyzet einsteini képlettel számolt összenergiának akár a 40%-a átalakul kisugárzott röntgen, gamma, optikai ultraibolya és rádiófotonokká. A fekete lyukakba behaigált anyag által termelt energia a legnagyobb hatékonyságú energiatermelési mód az egész természetben. A hidrogénbomba nincsen hatékony. Tehát akkor nem úgy kell elképzelnünk a fekete lyukat, hogy azt azért nem látjuk, mert hogy mindent beszippant magába. Akkor kezdjük el látni. Akkor. Ha nem szippant semmit, akkor nem látjuk. Mert akkor fekete, tényleg. De ha van körülötte anyag, és itt az a kutatók feltételezés, hogy valószínűleg éppen két galaxis összeolad, és akkor ömlik befelé a friss gázanyag, akkor ez hullik be, és a behullás során világít. Na most a világításnak a teljes energia mennyiségét ki lehetett számolni, uh-huh. és ebből jött ki az, hogy másodpercenként egy föld tömegnyi, az 6-10-24 kilogram, az 6 kvadrillió kilogram, hogyha valaki érde, 6-10-23, bocsánat, 0,6 kvadrillió kilogram. Igen. De a lényeg az, hogy a számokról beszéltünk. Tehát ugye 6-10-23 kilogram, ugye a lényeg az, hogy nem, 24-en elrontottam, mindegy, tök mindegy, sok kilogram, ennyit kell, hogy a fekete lyuk másodpercenként elnyeljen, hogy lássuk abból a távolságból, ahonnan a fénye 7,5 milliárd év alatt ér ide. Tehát bazi messze, bazi fényes, és igazából a saját családjában, az aktív galaxis magok, a kvazárok társaságában egészen 9 milliárd fényévre el kell menni, hogy találjunk nagyobb energiakibocsátású kvazárt. Ezért adták ezt a címet a Ausztrál Nemzeti Egyetemnek a sajtósai, hogy az elmúlt 9 milliárd év legfényesebb kvazárját találták meg, mert tényleg van tőle fényesebb 9 milliárd fényévre tőlünk. Tehát igazából egy olyan extra galaktikus vadállatot találtak, ami nyeli az anyagot, mint az atom. Nem értik még, hogy pontosan miért, mert a jelenlegi adatok azok pont, tehát meg kell nézni. Valójában James Webb-bel ez egy nagyon jó célpont lesz majd. De egy ritka dolog, tehát egy olyas valami, ami feszíti kifelé, tehát tágítja a tudásunk határait. De értem, tehát ez kellett Ausztrália, meg kellett ez a távcső. Kellett a SkyMapper-re, kellett egy csomó űrteleszkóp, aminek az adataival össze, tehát a korábban távcsák is rögzítették, csak senki nem. Ott egy pont kit érdekel, van még 100 milliárd az égen. Ugye ez a klasszikus, keressük a tűt a szénakazalba. Ugye van tényleg ugye a Gaia űrobszervatórium 2 milliárd csillagot vizsgál, és akkor van benne 5 érdekes, akkor abból lehet írni a Nature cikket. Itt mit tudom én, van az égen megint csak ilyen fényesség. És ugye ennek még az az érdekessége, amit még kiemeltek a szerzők, hogy relatíve fényes, akinek mond valamit 14 magnitudós, ez szerintem nagyon keveseknek mond valamit, ha azt mondom, hogy olyan fényességű, mint a Plutó bolygó itt a naprendszerben. Vagy Plutó törpe bolygó itt a naprendszerben. Azt már meg lehet nézni egy 20-25 cm-es távcsővel, ez is olyan fényes. Tehát ha valakinek van egy 20 cm-es tükrös teleszkóp, ez ma már egy ilyen 100-150 ezer forintért beszerezhető, és tervez egy déli féltekei kirándulást a nyáron, akkor megkeresheti, mert ez sajnos Magyarországról nem látszik. Valaki kirándul legalább, hát azt hiszem, hogy Krétára, ha már elmegy, onnan már látszik, de Egyiptom az még jobb. Helyzeti előnyben vannak az ausztrál csillagászok, a kelet-európai csillagászokkal szemben? Hát kezdjük onnan, hogy az ausztrál GDP 4-szer akkora per fő. Egyébként érdekes módon, tehát az van, hogy ugye 25 millió emberből körülbelül 500 csillagász van Ausztráliában. Magyarországon 10 millió emberre jut egy olyan körülbelül 120, ami azt jelenti, hogy nagyjából GDP arányosan, hát egy kettes faktoron belül van, tehát igazából még tudnánk bővülni. Tehát a lakosság arányosan nyugodtan lehetne Magyarországon 200 csillagász is, de az még meg kell teremteni a forrásokat. De hogy az ausztrál csillagászok ugyanúgy vágynak Magyarországra, mint a magyar csillagászok Ausztráliában, mert hogy valamit csak innen lehet látni? Ez természetesen nem igaz, az égbolt, a déli égbolt az mindent visz, de azért érzem a kérdésben rejlő szarkazmust, és hadd mondjak el,
mondjak el azért példát, nekünk nagy sikerünk a Csillagászati Intézetben, hogy bocsánat, de Melbourneből sikerült elcsábítani Budapestre egy nukleáris asztrofizikust. Semmi szarkazmus nem volt, csak arra gondoltam, hogy... Jó, akkor csak a mögé gondolt. Tehát 2014-ben egy Maria Lugaro nevű hölgyet, egy olasz származású, de egyébként olasz-ausztrál kettős állampolgár nukleáris asztrofizikust a Magyar Tudományos Akadémia Lendlet programjával sikerült ide csábítani Budapestre. Melbourneben volt állandó állása, de egyszerűen megunta a távolságot Ausztrália és a világ többi része között, és Európában... Amikor a csillagász megunt egy távolságot, tényleg Hát nézze, 30 órás repülőút, nekem már fenekem nem bírja ezt ilyen hosszú utakat. Most a Texasban voltunk, 10 órát kellett Amsterdamtól Austinig kibírni, és hát majd meghaltam már végére. Szóval a lényeg az, hogy tehát őt például sikerült lecsábítani, és van még egy ausztrál kollégánk a Csillagászati Intézetben, én magam is van ausztrál állampolgárságom, tehát legalább 3 ausztrál dolgozik most a Csillagászati Intézetben, nyilván viccesen mondva. Tehát a lényeg az, hogy Európa, tehát Magyarország, mint az európai kutatási térség része, adott esetben igenis lehet akár még ausztrálok számára is vonzó. Csillagászati szempontból az északi féltekénél unalmasabb dolog nincs, minden, ami szép az égen, az délen van, a Tejútrendszer magja is, a Magellán felhők is, egy csomó dolog az délről látszik, ugye a Kentaur, a Délkeresztje, a Szenezsák, tehát tényleg ha megteheti valaki, hogy a déli féltekéhez közelebb húzódjon mondjuk egy nyári nyaralás során, mindenképpen tegye meg. Nagyon szépen köszönöm Kis Lászlónak, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának, hogy tiszteletét tette itt nálunk a Klubrádióban. Sok dologról nem beszéltünk, és nyilván sok olyan dologról is beszéltünk, amit nagyon sokan nem értettek, és nem csak azok az idegen szavak, amiket használt, de gondolom, hogy lesz még rá módunk, hogy beszéljünk. Augusztus, egy gyors ajánlat. Augusztusra, hát ugye hó végén lesz holdmentes az ég, akkor tejutat tessék megnézni, ugye és augusztus 5-14-15-ig valamikor, akkor lesz egy hét a csillagok alatt, az országban lesz legalább 40-50 lokáció, ahol távcsőes emberek várni fogják a csillagászat iránt érdeklődőket, a Szaturnusz bolygó mindenképpen látszani fog, ha jól emlékszem, akkor már Jupiter is látszani fog az este korán, este első felében, tehát lesz egy csomó érdekes dolog, amit meg lehet nézni. A csillagászok mikor alszanak? Nappal? Na, most Texasban nappal aludtunk egyértelműen, de hát egy klasszikus csillagász irodai munkát végez, tehát a éjszaka. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Viszont hallásra, látásra.